Szent Flórián a tűzoltók védő szentjének szobra őrzi a demecseri önkéntesek épületét. Két autójukkal évente átlagosan 90-szer vonulnak, de volt olyan év is, hogy 150-szer riasztották őket. A 2006-ban 30 fővel újjáalakult szervezet lett a tavalyi év önkéntes tűzoltó egyesülete. Motoros láncfűrész védőruhák és sisakok, poroltókészülékek, 1,1 millió forint értékben kapott eszközöket az egyesület a napokban. Minden lehetőséget figyelnek és rendszeresen igényelnek ilyeneket. Négy kategóriába lehet pályázni a tűzoltó egyesületeknek. Mi minden éven egyes kategóriába pályáztunk, minden éven a megpályázott eszközöket, felszereléseket hiánytalanul és maradéktalanul meg is nyertük. Védőfelszerelésekre, illetve tűzoltáshoz, műszaki mentéshez való eszközöket, illetve szertár építésre és szertár felújításra is lehet pályázni. Mint az elnök hozzátette, ezek nélkül nem is tudnának működni az önkéntes egyesületek. Ahogy azok a felajánlások is nagy segítséget jelentenek, amelyeket önkormányzatoktól és civilektől kapnak. Ez a legutóbbi csomag az OKF-től érkezett. A katasztrófavédelem minden évben támogatja azokat, akik saját szabadidejük terhére segítik a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. Megyénkben többek között Ajak, Csenger, Demecser, Nyírbogdány és Napkor önkéntes tűzoltó egyesületei kaptak segítséget, támogatást ebben a pályázatban, többek között védőfelszereléseket, különböző eszközöket, például benzinmotoros láncfűrészeket, tömlőket, védőkesztyüket és sisakokat. A megyében összesen 17 önkéntes tűzoltó egyesület, 7 mentőszervezet és 6 önkormányzati tűzoltóság jutott hozzá ezekhez. A járványhelyzetre való tekintettel az elnyert felszereléseket, berendezéseket, védőeszközöket nem ünnepélyes rendezvényen, hanem szűkebb keretek között vehették át az érintettek. A demecseri önkéntesek elnöke megmutatta azokat az átadás előtt álló napelemeket is, amelyeket a közelmúltban építettek.